Köszöntöm Önöket! A hét eseményeinek összefoglalóját, a körképet látják, fontosabb híreink először röviden. Polgárok, Újpest kiválóságait köszöntötték a városnapok nyitányaként. Tisztelet, méltó helyre került az alapító emléktáblája, és megszépült az első polgármester síremléke is Újpest születésnapjára. Színpad, igazi műfaj kavalkát fogadta a városnapi koncertek látogatóit az ünnepi hétvégén. Idén is, a város születésnapján a Városháza dísztermében vehették át elismeréseiket azok, akik példaadó teljesítményükkel Újpestért, az újpestiekért végzett lelkiismeretes munkájukkal kiérdemelték ezt. Az Erkel Gyula Zeneiskola tanárainak előadásával kezdődött az az ünnepség, ahol a Városnapok rendezvénysorozata keretében átadták a Városháza dísztermében az Újpest önkormányzata elismerő okleveleket, valamint az Újpestért díjakat. Az ünnepelteket a polgármester köszöntötte. Azok, akiket ma itt köszöntünk, mind példaképek. Azért példaképek, mert megmutatták, hogy többre képesek ma, mint voltak tegnap. Nem az eredményeik miatt példaképek elsősorban, hanem a munkájuk miatt, amit az eredményeikért tettek. Az eredményük pedig ajándék nekik is, nekünk is, közösségünknek is, Újpestnek is. Ezért érdemelték ki, hogy a közösség ismerje el őket. Az Újpest díszpolgára címet azok kaphatják meg, akik példaértékű munkájukkal, teljesítményükkel és életútjukkal hozzájárultak a város jó hírnevének öregbítéséhez. Az elismerést idén Kapás Boglárka, olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok úszónő kapta, aki 2016-ban igazolt Újpestre. Az ünnepségen nem tudott jelen lenni, ezért korábban vette át az oklevelet, és ekkor nyilatkozott az Újpest TV-nek. Először is tényleg így nem győzöm megköszönni nekik, hogy tátkarokkal fogadtak már az első pillanattól kezdve, és onnantól kezdve gyakorlatilag megváltozott az életem is, mert hogy a sportpályafutásom onnantól kezdett el nagyon felfele ívelni. Ugye akkor kezdtem el Virt Balázsra dolgozni, ő lett az edzőm, és tényleg mintha kicseréltek volna így lélekben is, és mindenhogyan. Díszpolgári címet vehetett át az újpesti kulturális rendezvények szinte állandó szereplője, a Kormorán együttes billentyűse Szűcs István, aki több szálon is kötődik a kerülethez. Én úgy érzem, hogy itt ez egy lokálpatrióta kerület, vagy egy kisváros. Itt van a kedvenc hentesem, a piacra nagyon szeretek menni, kofám, van kocsmám, vagy éttermem, ahol nagyon szeretek menni. Tehát itt úgy gondolom, hogy újpestiek összetartanak, és tényleg lokálpatrióták, úgyhogy nagyon szeretek itt lenni. Nagyon sok ilyen újpesti kiskötődés van, a rokonai most is itt élnek Újpesten, itt is van egy-kettő, úgyhogy én nagyon örülök, hogy senki se proféta a saját hazájában, de hogy ilyen szép kitüntetést kaptam, úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek. Adón, amelynek szünetében a Dunakanyar vonós négyes művészeinek muzsikájában gyönyörködhettek a résztvevők, Újpest önkormányzata elismerő oklevelet vehetett át Marosvölgyi Gábor, az Ultra Viola Bulldog vezetője, az UVS-sel vízilabda sportegyesület és az 1972-ben alapított Roland Úri divat. Újpestért díjban idén hárman részesültek: dr. Csiki Árpád felnőttházi orvos, Salgó István világítás technikai szakértő és Szlezák Zoltán az Újpest FC U19-es vezetőedzője. Az ünnepséget az Artisius díjas Mirtil és a Swingvistik formáció műsora zárta. Ipartörténeti tablókiállítás, az első polgármester megszépült síremléke a Megyeri temetőben, a városalapító gróf régi új emléktáblája a Városháza falán. Méltó módon ünnepelték Újpestet a helytörténészek és a közművelődési kör tagjai is.
Az újpesti ipar történetét a rendszerváltásig időrendben és iparáganként feldolgozó tablókiállítás nyílt a városnapok részeként a Városháza mellett. Idén ünnepeltük. Már januárban ezt az évet úgy kezdtük, hogy a Schnell Lipót születésének a 150. évfordulóját ünnepeltük. Gyönyörű szobrot kapott, ezt ugye tudják az újpestiek. Igazándiból akkor született az ötlet, hogy hát Újpest, mint iparváros, azért valamilyen formában jelenjen meg, mikor máskor, hanem az Újpest napokon. A városvédők és a közművelődési kör kitartó munkájának köszönhető az is, hogy már egy gyönyörűen rendbehozott sír mellett hajtattak fejet tisztelői a város első polgármestere Ugró Gyula emléke előtt. A sírnál Ugró Gyula leszármazottja Jósfai András író mondott beszédet. Sokszor gondoltam arra kisiskolás koromban, mennyivel könnyebb lehetne az életem a Gyula bácsi árnya nélkül. Nem kéne folyton egyenesen járnom, furton-furt kezet mosnom, és akkor se dőlne össze a világ, ha néha napján becsúszna egy-egy négyes a fél évi bizonyítványomba. De mindezeket nem engedhettem meg magamnak. Ott volt a Gyula bácsi a kövön, és figyelt. Így hát kihúztam magam, kezet mostam, és tényleg vittem valamire. Ma is úgy gondolom, hogy ebben a Gyula bácsinak komoly szerepe volt. Később, amikor jobban rányílt a szemem a világra, és innen-onnan megtudtam, mennyi mindent tett Gyula bácsi ezért a városért, viszonyunkban a félszet egyfajta büszkeség váltotta fel. És az az érzés, ami azóta is kipusztíthatatlanul bennem lakik, hogy tudnélik, én itthon vagyok ebben a városban. Ezután Somogyi Eszter előadó művész középkori énekét hallgathatták meg az emlékezők. A szép búza virág. Majd lerúgták tiszteletüket Újpest vezetői, politikai pártjai. Fejet hajtott a várost hosszú éveken át irányító Derce Tamás is, és természetesen elhelyezték koszorújukat a kezdeményezők. Ez egy nagyon jó érzés, mert nagyon rossz érzés volt korábban látni azt, hogy első polgármesterünknek a sírja az mennyire elhanyagolt, és mennyire kikezdte az időnek a foga, hogy így fejezzem ki magam. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy megvalósult az a tervünk, és az önkormányzat segített annak a kérésünknek a teljesítésében, hogy ez a sír méltó felújítást kapjon. Nem sokkal ezután pedig egy újabb ünnepség vette kezdetét, hiszen ugyancsak a város emlékeit és történelmét ápoló civil szervezetek munkája nyomán méltó helyre, a Városháza falára kerülhetett végre az alapító Károly István gróf emléktáblája is. Az avatáson ott volt gróf Károlyi László és felesége. Ez az ember olyan jótékonysági terveket csinált, ami hihetetlen, de amivel ő nagyon szerény volt, alig ismernek az emberek azt, amit a Károlyi István tényleg tett a szegényeknek, a mindenkinek óriási pénzekkel segített, de viszont az a Károlyi családnak a tradíciójában volt, mert a 18. század elején óta egy harmadik, ez az óriási vagyonból mindig jótékonysági célja ment. Az emléktáblaavatás után az ünnepség résztvevői itt is elhelyezték virágaikat a domborműnél, majd elénekelték a szózatot. A közművelődési kör alapító ügyvezetője pedig, aki régóta szorgalmazta már, hogy a tábla a Károly utcából ide kerüljön, meghatottan nyilatkozott. Városalapítónak, aki talán Újpesten a legjelentő, nem csak Újpesten, hogy a Sipos Lajos barátom elmondta, országos szinten is, szerintem csak Széchenyihez volt a maga nemébe hasonlítható, és rendkívül bántott engem személy szerint is, de a többieket is, hogy nincs méltó helyen az a tábla. Most ott van. Károly István gróf Újpest legnagyobbjai közt figyelheti már a várost, a városát. Izgalmas, dalokkal színesített beszélgetés nyitotta meg a Városnapok kulturális rendezvényeinek sorát az UP rendezvénytérben, ahol Juhász Anna irodalmár mellett ezúttal egy Kossuth-díjas színművész és egy zeneszerző ült az UP pódiumon.
Udvaros Dorottya énekelte, Rutka Róbert kísérte gitáron a Majdnem valaki lemez dalait, amelyhez a szövegeket Bereményi Géza írta. A Kossuth Díjas színésznő az UP rendezvénytérben tartott előadás előtt adott interjút az Újpest TV-nek. Van benne egy 21. század című dal, van benne egy Dixi című dal, amelyik egy élő személynek állít emléket, van benne a Géza saját vallomása a Cseh Tamás felé, van benne egy dal, ami a anyáról és a fiáról szól, van persze olyan dal is, ami szerelemről szól, vagy párkapcsolatról, vagy elválásról, vagy ilyesmiről. A művészekkel az est házigazdája Juhász Anna irodalmár beszélgetett a zenés produkciók között. A Majdnem valaki című zenés album 2015-ben jelent meg, kereken 30 évvel a legendás Átutazó című lemezt követően. A produkció hanganyagát Udvaros Dorottya, Bereményi Géza és Rutka Róbert nagy találkozása inspirálta. A zeneszerző egy személyes történetet mesélt el azzal kapcsolatban, hogy sosem szabad feladni. 6 éves koráig kórházról kórházra járt, mert halláskárosultként született. Élete végéig emlékezni fog arra, mit mondott akkor az orvosa. Hát beszélni majd megtanul, a hallása ilyen nem lesz jobb, hát végül is majd zenész nem lesz. És ez mindig eszembe jut, amikor színpadra állok, hogy egy díjat veszek át, mert azt gondolom, hogy egy baromi nagy ajándék. És nekem végül is a zene volt a kapu az életem, vagy az a titkos ajtó, amivel a világra rá tudtam nyitni, és be tudtam zárulni. Juhász Anna szerint a teltházas estén a közönség szinte együtt lüktetett az előadókkal. Tudtam, hogy majd egyszer lesz kapcsolódásom Újpesthez, és amikor jött a megkeresés tavasszal, akkor nagyon jó érzéssel vágtam bele ebbe az UP pódium sorozatba, és igazából én ebbe bízom, hogy a mai teltházas közönség is ezt érezte, hogy mi is jóban vagyunk a színpadon, de hogy van köztünk az az áramlás, amiről pont beszélgettünk, hogy szükséges ahhoz, hogy jó előadást szülessen. Az előadás olyannyira sikeres volt, hogy a fellépők utólag bevallották, többször módosítottak az előre megírt sorrenden is, ezáltal a produkció a tervezetnél hosszabb is lett. Bedő Kata kultúráért is felelős alpolgármester úgy látja, ez méltó nyitánya volt az Újpest Városnapok rendezvénysorozatnak. A programsorozat folytatódik, és jövőre 4 alkalommal kerül megrendezésre ez a zenés irodalmi est. A költészet napján kezdődik, majd a Magyar Kultúra napjával a költészet napján készülünk gyerekeknek is meglepetéssel, gyereknapra, és újra a Városnapokon jövő évben találkozunk. Az est különlegessége volt egyébként, hogy a fellépők még sosem mutatták meg magukat ebben a zenés beszélgetős formációban. Nem csak az UP-ban, de a Szent István téren is szólt a zene 3 napon át, augusztus utolsó hétvégéjén, és az ínyencek dúskálhattak a különlegességekben. Hacsaj, hosszú Újpest! Lehetne újra február, a szívedben olvad jégvirág, nekem nem érdekel, hogy épp kilát, mert ez a kézzel leszülte más világ. A sorozat a klasszikus zenészekből összeállt Infusion trióval, Curtisszel és a Heuréka Pop Symphonic zenekarral indult az augusztus 26-i estén. Igazi műfajkavalkád volt, hatalmas sikerrel, és az előadók is jól érezték magukat. Ez egy nagyon különleges formáció volt, most léptünk fel így együtt föl Újpesten, ez egy különleges alkalom volt. Kiegészültünk a Heuréka Pop Orkesztrával, meghívtuk vendégként a Varidance tánctársulatot, és nekik is kívánunk boldog születésnapot, mert nem tudom kinek van születésnapja, de boldog születésnapot. Illetve vendégünk volt Mira Monóka, Curtis és Nándor lánya Weiss Mira is itt bemutatkozott, szóval ez egy olyan koncert volt, ami még soha nem fordult elő, sőt megkockáztatom, hogy az Infusion 10 éves történetének eddigi legnagyobb koncertje volt. A napot a retro diszkók egyik sztárja Arató zárta, aki zenés időutazással szórakoztatta a bulizó közönséget. Szombaton a Speranta koncert után Szekeres Adrián és zenekara lépett a színpadra. A fellépésnek pedig akkora sikere volt, hogy az énekest többször is visszatapsolták. Az előadás nem csak a közönséget, de Adriánt is alaposan megmozgatta.
A fiatalokat hozzák a szülők, vagy így, és érdekes az, hogy van egy korosztály, ami kimarad, és aztán egy ugrás, és jönnek. Tehát, hogy ilyen 13 éves korukig jönnek, utána egy picit így kimarad, akkor ott nem olyan nagyon sűrűn, és akkor utána megint így ránk találnak, hogy valahogy ezek a dalok, amikkel így felnőttek, vagy nem tudom, amiket így hallottak otthon, tudod. Pont egyébként egy újpesti barátom mondta azt nekem nem olyan régen, amikor találkoztunk, hogy azt tudod, hogy te ott vagy a nappalinkban? És mondom, ezt András, nem tudom, hogy ezt hogy kell érteni, ezt úgy kellett érteni, hogy ott van a CD-tárban folyamatosan a CD-m, és az így mindig szól, és akkor így a család azt egy ilyen közös zeneként hallgatja, és ez szerintem nagyon-nagyon jó. Szevasztok, srácok, köszöntök mindenkit az újpesti városnapokon, innentől kezdve 20 percen keresztül a lemezjátszók mögött én állok, Virtox, nagyon jó szórakozást! A két produkció után a nemzetközileg is ismert DJ Wilcox szórakoztatta az újpestieket. Sziasztok! Radics Gigi Krisztián meglepetés vendégeként érkezett a színpadra. Krisztián a koncert napján lett 39 éves, a közönség előtt köszöntötték fel. A koncert végeztével mi is mikrofon végre kaptuk. Én igazából ilyen teljesen transzba voltam esve, tudod. Éreztem a tortaszagát bent a izében, csak azon járt, hogy nem, nagyon jól éreztem magam. Hát igazából ez még ilyen prototípus volt, ezt mi csak most raktuk össze, ez volt az igazán éles nagy próba, ezt fogjuk még csiszolni ezután, és ez lesz még jobb, még ütősebb. Aha, tehát ez az első ilyen formáció? Ez az első ilyen formáció tulajdonképpen igazán olyan próba, ahol mindenki tud mindent, nem is volt. Krisztiánt Újpestről is kérdeztük. Itt mindig szerettek engem, úgyhogy van itt sok barátom, és úgy szeretem ezt a kerületet. Fajna polgármester is, meg minden, úgyhogy kamázom. A városnapi zenés kavalkád vasárnap délután a Kolompos Együttes koncertjével zárult a Szent István téren. Nem csak ilyen koncertek várták azonban a városnapok közönségét, hiszen újra megmutatták magukat, és persze idén is megtáncoltatták közönségüket a nemzetiségek. Alaposan megmozgatta az újpestieket a városnapok vasárnapjának délelőttjén a Midrosz zenekar fergeteges hangulatú görög muzsikája, amely a kerületben élő nemzetiségek immáron hagyományos sereg szemléjét megnyitotta. És ez a nap egész délutánig róluk szólt. A lábak pedig folyamatosan jártak, hiszen a görögök bemutatkozása után a Baumhaxler Schwab tánccsoport és dalkör lépett a színpadra, majd az örmény Urartu tánckar szórakoztatta a városnapok vendégeit. A lengyel kultúrát Csordás Terézia tangóharmonikája és Gulyás László tárogatója varázsolta a színpadra. Az ukránok pedig a Bernát család muzsikáján keresztül mutatták meg magukat. A szlovákok a Pilis Szentkeresztért Kulturális Egyesület nemzetiségi hagyományőrzőit vonultatták fel a főtéren, a Pánszlávia zenekarral pedig régi új szereplőként visszatért Újpestre a Ruszin önkormányzat is. De nem csak a zenéről és a táncról szólt a nemzetiségek bemutatkozása, hiszen sokan sátrat is állítottak itt a Városháza szomszédságában, hogy még jobban megismertessék magukat, hagyományaikat, ételeiket az újpestiekkel. Sokan kulturális programmal jöttek, voltak, akik csak egy ilyen népismertető, vetélkedővel, ismeretterjesztő programmal, aztán voltak, akik meg ennek a kombinációjával. Az azonban, hogy mindezt folytatódjék is, komoly kihívás. A fiatalokat már nem tudom, hogy mennyire vonz, nekem az érzésem, hogy elnézem a fellépőknek az életkorát, hogy a fiatalok már annyira nem vonzódnak ezzel, de hála Istennek, hogy az érettebb korosztály viszont ezt nagyon aktívan műveli és őrzi a hagyományokat, ami azt gondolom, hogy végtelenül fontos, hiszen ha nem őrzik a hagyományaikat, a zenéjüket, a nyelvüket, akkor gyakorlatilag beolvadnak és megszűnnek létezni. Egyébként a mi feladatunk is, azt gondolom, hogy ebben önkormányzatnak is van feladata, meg az ottani felnőtteknek, meg időseknek, hogy ne engedjék, hogy a fiatalok ne tanulják meg azt az ukrán vagy azt a ruszin nyelvet, hanem igenis valamilyen szinten ismerjék meg a költőiket, zeneszerzőiket, és akkor talán az ő kultúrájuk az ugyanúgy megmarad Újpest, és Újpestet színesítik ezzel.
A városnapokat biztosan sikerült a nemzetiségeknek kiszínezni, hisz bemutatkozásuk ezúttal is különleges élmény volt. A gyerekek sem unatkoztak ezekben a napokban, ha kijöttek szüleikkel a főtérre, mert Újpest igazi születésnapi bulit szervezett nekik, ők pedig éltek is a lehetőséggel. Sport minden mennyiségben, játszóház, pontgyűjtés, VR szimulátorok, falmászás, holdjárókerekek, kézműves foglalkozások. Egy percig sem unatkoztak a gyerekek a városnapokon, ahol kicsik, nagyok megtalálták a kedvükre való kalandot. Az egyik legnépszerűbb program a VR szimulátor volt, a speciális szemüveg segítségével pár percre mindenki kiléphetett a valóságból. A szemüveg tökéletesen illeszkedik, a kormány is megfelelő magasságban van. Nagyon vállom ezt a játékot, és biztos jó móka lesz. Tetszik, szeretjük, elég sok változatos program van most, előző évekhez képest pláne, úgyhogy örülünk, hogy ki tudtunk jönni, és ki tudunk próbálni változatos dolgokat. Mi az, ami behívott? Hát igazából nem lakunk messze, úgyhogy nem volt olyan nehéz. Tegnap koncerten voltunk, ma pedig a gyerekekkel, a gyerekprogramok. Sok a gyerek boldogok, úgyhogy szerintem ez egy tök jó dolog, közbiztonság van. Apukák is boldogok, van 3 darab ilyen autós szimulátorunk, ahol pedálokkal meg kormánnyal játszhatnak a gyerekek, és itt van egy ilyen másik kardozós, vagy virtuális valóságos mulatság is. Szerintem tök élvezhető, családi programnak is jó, kipróbálhatják egyaránt gyerekek, szülők, mindenki. A kalandpályának a hőség ellenére is sokan nekivágtak. A kisebbek szülői segítséggel, a nagyobbak önállóan. Egész nap kígyózott a sor a holdjáró kerekek előtt is, amelyekhez bizony kellett az egyensúlyérzék. Vasárnap a sport, a szórakoztató és a kézműves programok mellett bábszínház is várta a kicsiket a városnapokon. Népszerű, de mindenek előtt nagyon hasznos pontja volt a városnapoknak, az az egészségsziget, ahol a regisztrált újpestiek egy országos program keretében átfogó szűrővizsgálaton eshettek át. De segített tanácsaival az Újpesti Egészségfejlesztési Iroda is. Nagyon sokan keresték fel a városnapokon azt a mobil egészségügyi állomást, amelyet egy nagy hazai patika hálózatüzemeltető állított fel a főtéren augusztus utolsó vasárnapján. A sátrakat és a modern eszközökkel felszerelt kamiont Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja hozta el, amelynek a Benu idén gyémánt fokozatú főtámogatója. Akik előzetesen regisztráltak, 37 féle ingyenes vizsgálaton és komplex állapotfelmérésen vehettek részt ezen a napon. Sokan megtették, az időpontok villámgyorsan beteltek, de a fehér köpenyesek állták a sorat. Nagyon kedves, mosolygos emberekkel találkoztam. Nagyon alapvizsgálatokat végeztek el, testsúly, vércukor, csontsűrűség, szemészeti alapvizsgálat, EKG, vércukorszint. Ahol eltérést vettek észre, ott tanáccsal láttak el, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos kezdeményezés az Újpesti Önkormányzatnak. Volt, akit először, de legalábbis nagyon régen néztek át ilyen alaposan. Amit elvégeztek, az mind olyan, ami nekem nagyon-nagyon hasznos volt és nagyon jó, mert ugye nem voltam ilyen testtömeg, aztán vércukorszint vizsgálaton, bár nagyon ritkán otthon mértem, és soha nem volt meg vérvételen, és tehát nem mutatott ki, hogy vércukor magasabb lenne. Ami igazán szemészete már régen voltam, úgyhogy ez nagyon jó. A hallásvizsgálaton sose voltam, de az is nagyon jó lett. Aztán ez a légzés, hát az is jó, van, amelyik közepes, de elfogadható. Úgyhogy eddig meg vagyok elégedve, és nagyon, még egyszer mondom, nagyon-nagyon örülök annak, hogy igazából ez a vizsgálat így alkalmas, és el tudunk jönni. Olyan is akadt, akit korábbi elhatározásában erősítettek meg az eredmények. Ismert volt számomra, hogy a súly történettel majd kezdeni kell valamit. Hát oda fog figyelni. Így van, ez ismételten megerősödött bennem, hogy ebben érdemes foglalkozni. Minden más adat ismert volt számomra. Erre az életmódváltásra, vagy étkezésvált, bárhogy is hívjuk, fontosnak tartom, hogy erre odafigyeljek, ezek után még jobban.
regisztrált Újpest polgármestere is, nem véletlenül. Légzés funkció vizsgálat, tehát nekem mint allergiásnak azért ez egy tudom, fél évente azért elvégzett feladat, illetve elvégzett vizsgálat. Vércukor, vérnyomás, szemvizsgálat, tehát ezek minden, ami itt a kamionban megtalálható, azon sikerült átesni. A helyszínen egyébként nem csak ilyen vizsgálatokra volt lehetőség. A látogatók felkereshették az életmódpontokat is, ahol szakemberek terelgették őket az egészség felé, alaposabban megismerhették az emberi testet, megtanulhatták az első segélynyújtás sportéjait, vagy az újjáélesztés technikáját is. És ugyanezért dolgozik és települt ki ide a főtére immár hagyományosan az egészségfejlesztési iroda is. Különböző életmód segítő programjaink vannak, amire a lakosok jelentkezhetnek. Fontos, hogy ez csak negyedik kerületi lakosoknak áll a rendelkezésére, és a másik nagyon fontos, hogy ezek ingyenesek ezek a programok, ezeket bárki igénybe veheti. Itt nyilván csak alapszűréseket tudunk végezni, a hölgynek éppen egy testösszetétel mérést végeztünk, ezzel kapcsolatban tudunk tanácsot adni, programokat ajánlani, és várjuk az újpesti lakosokat. Ők pedig jöttek. A jelszó itt is a megelőzés volt. Mindig is odafigyelek az egészségemre, próbálom megelőzni a bajt, és szerintem a szűrővizsgálatok pont erre jók, tehát időben észrevenni, hogy ha valamire utalóját találnak. Emesénél szerencsére most is mindent rendben találtak az egészségfejlesztési iroda szakemberei, akik nem csak itt a városnapokon, de egész évben segítenek tanácsaikkal az újpestieknek az STK-ban. És segítettek tanácsaikkal a hozzájuk fordulóknak a térre kitelepült társadalmi, rendészeti, szociális szervezetek is. A bajba jutott családoknak is volt, és lesz is hova fordulniuk Újpesten. Koncertek, előadások, kalandpark, játékok reggeltől késő estig. 3 napon át. A városnapok tökéletes lehetőség volt arra, hogy a különféle társadalmi szervezetek, szociális intézmények, rendészeti szervek is megmutassák magukat az újpestieknek. És meg is tették. A polgárőrök például részeg szemüvegekkel hívták fel a figyelmet az alkohol és a kábítószer veszélyeire. Aki ugyanis azt felveszi, úgy láthatja, illetve úgy nem láthatja a világot, mint egy alkohol hatása alatt álló sofőr vagy egy bedrogozott ember. Az újpesti családsegítő szakemberei 2 napon át várták a családokat. Azt mondják, egyre nagyobb az igény a lelki segítségnyújtásra. Manapság nagyon sok olyan helyzet van, akár a tinédzserek vagy a szülők életében, amiben azért így nagyon hasznos tud lenni egy pszichológiai tanácsadás. És az, hogy elmenni magánellátásban, az nagyon megterelő tud lenni minden családnak, és hogy nálunk ezt ingyen igénybe tudják venni, ami talán nagy könnyebbség. A BRFK egy 3 pillérre épülő új programmal érkezett a városnapokra. Kapcsolatok hálójában, a függőségek fogságában, és hát egy kis önismeret, főleg kamasz gyerekeknek, ez a 3 téma, amivel foglalkozunk. A kapcsolatok hálójában elsősorban a kapcsolati erőszak, a családon belül erőszak témáját boncolgatjuk. A beérkező családokkal, gyerekekkel játékos formában beszélgetünk, és amennyiben kiszűrünk olyan helyzeteket, egy kommunikációsán észrevesszük, hogy elakadás, probléma, gond van, akkor segítőkezet nyújtunk, elmondjuk, hogy hova tudnak fordulni. A programba egy mentálhigiénés szakember is bekapcsolódott. Aminek mi nagyon örülünk, hogy együtt jön szülő és gyermek, tehát jönnek az ifjúságnak akár 12 év feletti része is, de hozzák a kis testvért is, aminek mi nagyon örülünk, és erre fel is készültünk, mert különböző társasjátékokkal, interaktív programokkal várjuk őket itt ebben a sátorban. Az újpesti családsegítőnél 100-an fordultak meg a 2 nap alatt. Aki idejött, az igen, érdeklődött arról, hogy mik ezek a feliratok, és utána pedig információt kapott a szolgáltásra, amit nyilván, és nem csak ezt, ugye mediációt, több olyan mentális egészséget segítő szolgáltást tudnánk kapni a Család és Gyermekjóléti Központban, ami hozzájárul nyilván itt az újpestiek mentális egészségéhez, szociális jólétéhez, úgyhogy erről kapnak alapvetően információt, a pszichológusok pedig azért vannak, hogy ezt szakszerűen megkapják, mondjuk, hogy mit várhatnak egy ilyen szolgáltatást. Mindez a felzárkóztatás segítő újpesti VECO program része volt, amelynek célja, hogy a hátrányosabb, nehezebb élethelyzetben élő emberek találjanak kiutat a lelki, vagy akár az anyagi nehézségekből.
Az Újpesti Városnapok színes programsorozatát ezúttal is a hagyományos, immár 12. kántorkoncert zárta a Berzevici utcai zsinagógában, ahová ismét elhozták a Csodát az énekesek és a MÁV szimfonikusok zenészei. Ezúttal is méltó módon és ezúttal is teltházzal zárta le a Városnapok programsorozatát az újpesti zsinagógában megrendezett, immár hagyományos, az újpesti kulturális élet szerves részévé vált kántorkoncert. A különleges rendezvény résztvevői Szerdócervé rabbi fogadta, nem először. Már 12. éve, hogy szimfonikus zenekar kíséri kántorainkat, előadó művészeinket. Kumi oiri, kivu oire, kavodajdojnő oláik zúru, kej föl árasz világosságot, mert előtt a te világosságod, az örökkévaló dicsfénye terád sugázik, mondja a Zsoltár. Kántor koncertünk azért rendeződik, azért jött létre, hogy világosságot árasszon, hogy megismerjék, megszeressék a zsidó liturgia és a jidis népi dalokat. A vendégeket Bedőkat alpolgármester is köszöntötte. Nincs kétségem afelől, hogy ma este újra ünnepi élményben lesz részünk. Az énekesek és a zenészek mindannyiunkat elkápráztatnak, és elhozzák nekünk a csodát. Élvezhetjük a repertoárok, hol szívszorongató, hol vidám, örömteli érzéseket előcsalogató hatásait. Tartsuk nyitva szemünket, fülünket és szívünket, mert a dallamok most is magukkal ragadnak, jidis tudás nélkül is élvezni fogjuk a művészi előadást, a spiritualitást, a kreativitást, a különböző hatások keveredését a zenében. A csoda pedig megint eljött, illetve elhozták nekünk ide Újpestre az énekesek és a MÁV szimfonikusok Farkas Róbert dirigált a zenészei, akik mögött, ahogy mindig, ezúttal is ott volt a hatalmas kórus, a kántorkoncert nézősereget. A város azonban szinte egy percig sem pihen majd, hiszen a szeptember 9-i hétvégén jön az immáron 5. borvíkend, amely újra benépesíti a Szent István teret. A hagyományos gasztronómiai kiállítók mellett az étlapot élő jazz és gyerekkoncertek színesítik, megint ropják majd a BEM táncosai, a vasárnap szinte egész délutánig a kicsiké, zárásként pedig kiderül, melyik lesz Újpest városbora 2023-ban. Ugyanezen a hétvégén az Ifjúsági Ház is érdekes programmal rukkol elő. Újraindul ugyanis egy még az Adiból ismert népszerű sorozat, Szombaton Színház címmel. Az induló darab és a főszereplő is érdekes. Ezek a felvételek még az Ifjúsági Ház üres színháztermében készültek, ám az hamarosan benépesül és fölgördül a függöny is. Az évadnyitó darab pedig újjászületése valami nagyon újpestinek. Nézők bizonyára szép emlékeket őriznek az Adi Művelődési Házban egykor működő Újpest Színházzal, és ennek a hagyományait szeretnénk újraéleszteni itt ebben a teremben, és Szombaton Színház néven egy új programsorozatot fogunk indítani, amelynek első darabjának Patrik Süskind a Nagybőgő című monodrámáját választottuk. Patrik Süskind bizonyára ismerős a nézőknek, leginkább a Parfüm című film kapcsán, hiszen ez egy világsiker volt, viszont azt el kell mondanom, hogy ez a monodrámája is rendkívül izgalmas, és mindenképpen megéri megnézni. Az előadásra szeptember 10-én szombaton, tehát ahogy a neve is jelzi, Szombaton Színház, szombaton este 7 órakor kerül majd sor, és aki színre viszi, az pedig nem más, mint Klem Viktor. Valószínűleg Klem Viktort sem kell már bemutatni a nagy közönségnek, hiszen aki látta az első magyar horror filmet, a Postmortemet, a Mintaapák első évadát, a Hexönt, a Viszkist, vagy esetleg a Movie Love című darabot, az már megismerhette Viktort, a tehetségét, és hogy milyen lendülettel veti bele magát minden szerepében. Itt azonban a színész egy másik arcát látjuk majd. A Nagybőgőben egy egészen más oldaláról fog bemutatkozni, ez ugyanis az élet nagy kérdéseiről, örömökről, bánatokról és önmagunkról szól, úgyhogy mindenképpen egy komolyabb darabról beszélünk.
Jegyeket a jegy.hu-n, illetve az ifjúsági házban tudnak igényelni a kedves érdeklődők 1900 forintos áron. A Facebook oldalunkon pedig megtekinthetnek minden egyéb fontos információt, amit a darabról tudni szeretnének. Az Újpesti Színházi Életet talán újra beindító sorozat első előadása tehát szeptember 10-én szombaton lesz. A Bor Weekend hétvégéjén és jó kiegészítője lehet a Szomszédban a főtéren zajló színes kavalkádnak. Nem csak a színházi élet, de a tanév is beindult az iskolák környékén reggelente, megint nagy a tömeg és kicsi a türelem. Nem véletlen, hogy az egyenruhások újra ott vannak, hogy segítsenek. Szeptember első napján az időjárás is határozottan megüzente nekünk, hogy vége a nyárnak, és mostantól egy kicsivel szürkébb napok jönnek. Ez az időszak pedig azoknak is több munkát ad, akik ránk, illetve a gyerekeinkre vigyáznak. A rendőrség kiemelten fontosan kezeli az iskola kezdést is. Ugye a frekventált iskolák környékén, illetve a reggeli és a délutáni időszakokban az újpesti önkormányzati rendészet munkatársaival, a polgárőrséggel és mi magunk segítjük a gyerekek biztonságos közlekedését. Reggel iskola kezdés előtt egy rendőr a kijelölt gyalogos átkelő helyen segít, hogy a gyerekek biztonságosan áthaladjanak az úttesten. De persze a közlekedőknek is óvatosabbaknak kell lenniük ilyenkor. Szeretnék felírni a járművezetők figyelmét, hogy körültekintően közlekedjenek, fokozottan figyeljenek a kijelölt gyalogos átkelő helyeken és az iskolák környékén, hiszen megnövekedett forgalomra kell számítani mind gyalogos, mind gépjárművek tekintetében, illetve ne felejtsük el a passzív biztonsági eszközök használatát, a gyerekülést és a biztonsági övet sem. És erre figyelmeztet az újpesti polgárőrök vezetője is, aki kollégáival a Homoktövis iskolánál segített abban, hogy a reggeli zsúfoltság ellenére itt is mindenkinek gond nélkül kezdődhessen el a tanév. A gyerekek átkelését, biztonságos átkelését segítjük el a zebrán, illetve hogy látszik is az utcában is, ahol nincsen zebra, ott is a gépkocsi forgalmat próbáljuk olyan szinten szabályozni, hogy ne duguljon be teljes egészében. Az iskolák környezetében fokozottan figyeljünk, a zebráknál is természetesen adjuk meg a gyerekeknek az elsőbséget, illetve a szülőknek a figyelmét az, hogy lehetőség szerint azokat a gyerekeket, akiket önállóan engednek el, hívjuk fel figyelmüket, hogy a zebrán alaposan nézzenek át, csak is kizárólag kijelölt gyalog átkelő helyen, illetve lehetőség azt, hogy a ruházatukon valami fényvisszaverő felületet helyezzenek el, és a szürkületben sokkal jobban lehessen látni, észrevenni őket. A szakemberek egész szeptemberben ott lesznek majd azoknál az iskoláknál, ahol a forgalom ezt indokolja, mi pedig azzal segíthetünk nekik, ha türelmesen és körültekintően közlekedünk Újpestnek ezeken a pontjain is. Eltemették Kardos Józsefet. A 62 évesen elhunyt válogatott futballista az 1986-os mexikói VB-n részt vett nemzeti válogatott első halottja. A megyeri temetőben vettek végső búcsút hozzátartozói, egykori játékostársai, barátai, tisztelői, a 62 évesen elhunyt 33-szoros válogatott labdarúgótól, Kardos Józseftől. A Magyar Labdarúgó Szövetség nevében elsőként Sipos Jenő, majd Csiki Károly emlékezett a Dózsa egykori kiváló hátvédjére. Az Újpesttel a bajnoki címet követően kétszer ezüstöt szerzett, háromszor magyar népköztársasági kupát nyert. Klubcsapatában 1979 és 87 között 229 NB1-es mérkőzésen 37 gólt szerzett. Az MLS 1983-ban az év legjobb játékosának választotta. Kardos azonban nem csak Újpesten, de a válogatottban is remekelt. Tagja volt az 1986-os mexikói világbajnokságon részt vett csapatnak, és mindhárom csoport mérkőzésen pályára lépett. És ő az első halottja a Mezei György dirigálta nemzeti együttesnek, amelyből az egykori játékostárs, jó barát, a honvédos Nagy Antal köszönt el Karttól. Amikor nagy csapatok jöttek ellenünk, megvolt a taktikánk, mindent tudtunk vele. Amikor támadnunk kellett és gólt kellett rúgni, mindent tudtunk, hiszen ott volt Kard, tudtuk, hogy számíthatunk rá, és a zsenialitásával, a munkabírásával és azzal az emberiségével, ami pótolhatatlan számunkra, hozta az eredményeinket, hoztuk együtt az eredményeket. De mától megbomlott egy egység. Mi mexikóiak mától nem tudunk összeállni. Hiányzik az egyik pillér. A gyászolók ezután utolsó útjára kísérték Kardos Józsefet, aki méltó helyen
Alig néhány méterre nyugszik az Újpest már eltávozott nagyjaitól. A hét eseményeinek összefoglalóját, a körképet látták. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!